Sportáskába pakolta össze személyes holmiát, azzal távozott az Index szerkesztőségéből Dul Szabolcs. A szerdai volt az utolsó napja főszerkesztőként. Az Index igazgatósági elnöke Bodolai László néhány órával korábban közölte vele, hogy felmondanak neki. Ennek az okaként a barométer átállítását, meg a szolgálati közleményeket jelölte meg. Én jeleztem neki is azóta is nyilvánosan is, hogy megvolt az oka annak, hogy a szerkesztőség veszélyben érezte magát. Az Index szerkesztősége egy virtuális barométeren jelzi a nyilvánosságnak, hogy mennyire érzik biztosítva a függetlenségüket. Egy hónapja állították át a zöld független sávból a sárga veszélyt jelző zónába. Azután, hogy az Index vezetésével olyan átalakítási tervet közöltek, amely a szerkesztőség egy részét külsős cégekbe szervezte volna ki. Dul Szabolcs akkor azt írta, hogy egy ilyen folyamat vége a szerkesztőség megszűnése lehet. Bodolai László Dul menesztését azzal indokolta, hogy a főszerkesztőnek nem volt módja a piaci helyzetet kedvezőtlenül befolyásoló belső folyamatokat megállítani vagy kontrollálni. Szerintem az Index úgy lát el nagyjából közszolgálati funkciót a mai magyar nyilvánosságban, hogy közben nem dogunalmas. Az Index nekem leginkább arról szól, hogy korrekt és hiteles információkkal lássuk el az embereket. Index nekem a szabadságot is jelenti, ami bizonyos embereknek a szemét csípi. Az Index újságírói beszélnek munkahelyükről ebben a videóban, amit Dul Szabolcs menesztése után nem sokkal publikáltak. A főszerkesztő búcsúzásakor azt kérte tőlük, hogy használják a nyilvánosság erejét. Az Árt körben elmondott beszédet a 444.hu szerezte meg. Ebben az elbocsájtott főszerkesztő arról beszél, hogy meg akarták vásárolni a hallgatását. Véltányos ajánlatként egy pénzösszeget, ha elfogadok és hallgatok, akkor nyilván egy közös megegyezés is lehetett volna. De hallgassunk. Telefonon beszéltünk Bodolai Lászlóval, ám nem kíván nyilatkozni az RTL híradónak. Ez a vég, ezt írta megkeresésünkre az Index egyik neve elhallgatását kérő munkatársa. A szerkesztőség pedig egységesen kiállt Dul Szabolcs mellett. Délután kiadott közleményükben azt írják, hogy ezt a lépést nyílt nyomásgyakorlási kísérletnek tekintik, amely a szerkesztőség függetlenségének ellehetetlenítését fogja eredményezni. Szerintük Dul Szabolcsnak azért kellett mennie, mert nem engedett a zsarolási kísérletnek, amivel Bodolai László a barométer visszaállítását próbálta kikényszeríteni.